Már február van, de még nem terjesztett elő a polgármester az idei költségvetést. Pedig ez a legfontosabb döntés a kerület életében. Ez határozza meg, hogy idén mi valósul meg Csepelen. Szerintünk ennek olyan projekteket kéne tartalmaznia, amik Csepel legfontosabb problémáit oldják meg, mint például a Gerinc út tervezésének a folytatása, az utak felújítása, a parkolási nehézségek enyhítése, az egészségügyi várólisták csökkentése. Költségvetési egyeztetésre hívtam a frakcióvezetőket és a polgármestert. Azonban mind a fideszes Borbély, mind a németféle Fidesz elzárkózott ettől. Mi, ellenzékiek, ennek ellenére kidolgoztuk közös javaslatainkat. Ez a javaslatcsomag egy élhető, emberközpontú 21. századi Csepelről szól. Ezt a programot szeretnénk megvalósítani, és ezért jelentkeztem én polgármesterjelöltnek.